Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. A napokban elgondolkoztam azon, hogy milyen újdonságokat tudnék mutatni, milyen felvételeket készíteni, és mivel én imádom az asztrológia területét, természetesen szívesen beszélek ezekről a témákról, de olyan napi horoszkópot elkészíteni, azt készítsék mások, nálam más ötlet van, illetve egy más elképzelés, nem tudom, hogy tetszik-e nektek, ezt persze leírhatjátok a kommentárba. Mégpedig arról van szó, hogy én naponta megnézem a napi horoszkópot. És erről beszámolni talán nem kell naponta. Viszont ha látok valamit a horoszkópban, ami érdekes, ami fontos, talán számotokra is, mert akkor oda tudtok figyelni ezekre a dolgokra, hiszen a csillagok befolyásolják az életünket, akkor ezen a felvételen ezt én elmondom. És ha tetszik ez nektek, akkor készítek a továbbiakban is ilyen felvételeket, mégpedig szép képekkel, én úgy gondolom, hogy ez aranyosabb, mint hogyha most a horoszkópot mutatnám. 14-éről van szó, 2023. november 14-én. A Hold együtt hat Merkur bolygóval. Az indiai asztrológia szerint a Skorpión jegyéből. A Skorpión jegyében vannak mindig titkok. Vagy valami, vagy valaki olyan titokzatos, de itt Merkur bolygó most kihat, nem csak a Skorpión jegyére, hanem az érzelmeinkre is, hiszen a Hold a szimbolizálja az érzelmeket. Itt vannak a múltban csalódások, vagy értek bennünket csalódások. Ezeken most át kell tenni magunkat. Megvan arra a lehetőség, hogy odafigyeljünk a saját érzelmeinkre, vagy mások érzelmeire. Vagy feltehetjük a kérdést, hogy ki bántott meg bennünket, vagy mi bántottunk meg másokat. És mivel Merkur bolygó jelenti a kommunikációt is, ezekről a témákról most lehet beszélni, lehet rendezni a dolgokat. Ezen a napon, tehát 14-én Mars bolygó együtt hat a nappal, mégpedig a mérleg jegyében. A mérleg jegyénél fontos a belső nyugalom, a kiegyensúlyozottság, lehet, hogy úgy mérlegelni kell a dolgokat is, kell az, hogy diplomatikusak legyünk, vagy beszéljünk igazságról, igazságtalanságokról, vagy a párkapcsolatról, hiszen a mérleg jegye szimbolizálja a párkapcsolatot. Mars bolygó az jelentheti a mi életerőnket, hogy most megvan ez az impulzus, hogy valamit tisztázzunk valakivel. Mars bolygó jelenti a férfiakat is, és a férfiaknál most fontos a belső nyugalom, a belső egyensúly, és mivel a nap kihat a férfiakra is, megvan ez a kisugárzás, ez a magabiztos fellépés, vagy a férfiaknál még fontosabb, mint nálunk hölgyeknél, hogy valamit tisztán lássanak, hogy tisztázzák maguk körül a dolgokat. Ez kihathat a párkapcsolatra, ez kihathat olyan helyzetre is, ami eddig igazságtalannak tűnt. Hát ez volt most ez a fontos hír ebből a napi horoszkópból, és ha úgy gondoljátok, és megvan ez a kívánság, hogy a jövőben készítsek ilyen horoszkópot,
akkor szívesen megteszem ezt, hogy felhívom mindig a figyelmeteket arra, hogy melyik napon mi fontos. A többi eseményeket úgy elhagyjuk, hiszen itt nem arról van szó, hogy én most elemezzem a napi horoszkópot, hanem arról, hogy ami nekem feltűnik, ami tényleg fontos lehet az életünkben, erről beszámoljak. És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dender Rákos.